is kell ezzel foglalkozni, ezzel a témával. Ugye maga a megújuló energia a vidéki térségekben napjainkban egyre inkább fontos szerepet kap. Talán egy kicsit fontosabbat, vagy talán egy kicsit túl van dimenzionálva, tehát lehet, hogy akkora jelentősége nincsen, mint amekkorát tulajdonítanak neki, de én próbáltam ebben az előadásban néhány olyan fő gondolatot összeszedni, amely alátámasztja ezt, hogy ilyen vidéki területen, mondjuk mint a Heves-megyének bizonyos része, illetve az Észak-Magyarországi régió jelentős része fontos szerepet játszhat. Nem csupán a környezet szempontjából, ez az elsődleges, ugye ezekről mindenki tanult korábban, hanem szerepet vállalhat a munkahely teremtésben, erre láthatunk majd példákat. A vidéki térségeknek a felzárkóztatásában, vagy inkább a vidéki térségekben kiegészítő jövedelemszerzésben, én ezt azért jobban szeretem így hangsúlyozni, tehát ez nem gyógyír természetesen semmire, de ahhoz, hogy az embereknek ne adj Isten kiegészítő forrást tudjon nyújtani, mindenképpen fontos szerepet játszik. És hát nem utolsó sorban van egy fölülről jövő nyomás is a rendszeren, ez pedig az, hogy az Európai Unió ugye kitűzte, hogy 2020-ra a tervezési időszaknak a végére az energiafelhasználással közösségen belül ennek legalább 20%-a megújuló energiaforrásokból, a szőlőtermesztésnek, a borkészítésnek, a mezőgazdaságnak, tehát a biomassa alapanyagot lényegében, a biomassa felhasználásnak az alapanyagát azért mindenképpen ez a tevékenység, tehát a mezőgazdaság, illetve a szőlészeti tevékenység adhatja. És azt is kiemelték, hogy közép-hosszú távon azért a térségben jelentős munkaerőpiaci erősödés várható. Ennek jelei már azért mutatkoznak. Néhány nagy cég az elmúlt 10 évben, nem is néhány, hanem jó pár cég terepült akár Egerbe, akár Gyöngyösre, akár 60-ba. Most ugye a legújabb szerzemény idézőjelben Gyöngyös halászon az Apollo gumigyár, amely szintén jelentős munkaerőpiaci potenciált jelent a térségben. És ennek köszönhetően a vidéki terület, vagy ezen a vidéki területen a lakosságnak a helyben tartása, az úgy tűnik, hogy mindenképpen erősödni fog. Ugyanakkor, ha a megújuló energiák szerepét vizsgáljuk, akár a vidékfejlesztésben, akár majd a gyöngyösi kistérségben, mindenképpen szintén látható, hogy egyrészt a társadalmi igény, másrészt pedig, ugye, amit már említettem, a fölülről jövő nyomás miatt, vagy fölülről érkező nyomás miatt bizony egyre fontosabb szerepet fog kapni. Azt elmondhatjuk, hogy ugye a térségünkben elsősorban a már említett biomassa, illetve a napenergia az, amely leginkább ebben potenciált jelenthet, és hát egy-két ehhez kapcsolódó projektet mindenképpen, vagy már működő projektet mindenképpen ki lehet emelni. Az egyik ugye a Mátrai erőműnek a fontos szerepe, vagy legújabb beruházása, talán most ősszel, vagy nyár végén adták át, ugye Közép-Európa legnagyobb napenergia, legnagyobb teljesítmény napenergia parkját, vagy naperőművét a Mátrai erőmű területén. A főiskolánkon éppen most rakják föl, talán a jövő héten már befejezik a napkollektoroknak a telepítését, tehát létezik egy biomassa fűtőmű, szintén hozzánk az intézményünkhöz kapcsolódóan, amely a fóliasátrak fűtésére használnak a környéket. Tehát beindult egyfajta energiahasznosításra vonatkozóan jó gyakorlatok, vagy jó projekteknek a nemcsak a tervezése, hanem megvalósítása és működtetése is. És hát több önkormányzat is rendelkezik már akár biomassa fűtéshez kapcsolódó kazánokkal, vagy darabolókkal, aprítógépekkel, amelyekkel próbálják nem csak a intézményeknek a fűtését, hanem hozzá kapcsolódóan két-három embernek a foglalkoztatását is, legalább a részleges vagy időszakos foglalkoztatását is megoldani. A térségre vonatkozóan, ugye összefoglalóan elmondhatjuk azt, vagy összefoglalóan elmondták azt a válaszadók, hogy a energianövények termesztése, illetve feldolgozása az, amely egy potenciált jelenthet a fotovoltaikus energia mellett, nem csak azért, mert ezzel mondjuk a háztartások vagy az intézmények fűtését meg lehet oldani, fűtésnek egy részét meg lehet oldani megújuló energiából, hanem mert további új vidékfejlesztési irányokat mozgósíthatták. Például a ugarva lévő földterületekkel rendelkező tulajdonosokat rá lehet venni arra, hogy beszállítóként
olyan típusú energia ültetvényeket alakítanak ki, amelyel beszállítói lesznek a fűtőműnek, beszállítói lehetnek a közintézmények fűtésére vonatkozóan. Erre vonatkozóan kísérleti projektek már működnek, de jelenleg még tehát állandó működés még nincsen. Ugye a foglalkoztatáshoz való hozzájárulásáról, illetve a kiegészítő jövedelem termelésről már